A Magyar Országgyűlés Kossuth Zsuzsanna születésének évfordulóját a Magyar Ápolók napjává nyilvánította. Ez alkalommal a Kátai Gábor Kórházban elismerések átadására került sor szűk körben. A Kátai Gábor Alapítvány jó voltából ötödik éve nyílik lehetőség a Karcagi Kórház ápolóinak elismerésére a Magyar Ápolók napján. Szűk az intézmény és az alapítvány vezetőivel, F. Kovács Sándor Országgyűlési képviselő nyújtotta át a jutalmat a kiváló munkát végző szakembereknek. Közösségi munkájáért jutalomban részesült Juhász Károlyné, az ápolási osztály kettő ápolónője. Kiváló munkájáért jutalomban részesült. Balogné Cepán Éva, a traumatológiai osztály ápolónője és Szabó Zsuzsanna, képi diagnosztikai és intervenciós asszisztens, a képalkotó diagnosztikai egység munkatársa. A képviselő úr szeretettel gratulált a jutalmazottaknak, egyúttal térségünk lakói nevében megköszönte a Karcagi Kórház ápolóinak, dolgozóinak az elmúlt egy év erőfeszítésekkel terhelt munkáját.